De nagyon rám sítana, nem? Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban azokat a könyveket fogom felmutatni, bemutatni, pár szóban esetleg értékelni, amiket az idei Goodreads Reading Challenge-em során olvastam, ugyanis idén is 40 könyvet állítottam be célnak, hogy annyit szeretnék elolvasni minimum az évben, és ezt valahogy augusztus közepén teljesítettem, de azóta még ezt a videót nem tudtam fölvenni, mert mindig valami mást vettem föl helyette, úgyhogy most fölveszem, és felmutatom azt az első 40 könyvet, amit idén olvastam, és úgy fogok haladni, hogy először az egycsillagosakat mutatom, aztán a 2, 3, 4 és a végén majd az 5 csillagosakat, szóval itt szépen sorban. Nem lesznek ilyen félcsillagok, mert azt úgyis csak molyon szoktam jelölni, úgyhogy a Goodreads-es állást néztem, ott meg csak egész csillagok vannak, úgyhogy 1-től 5-ig nézem az egész csillagosra értékelt könyveimet. És akkor kezdjük is el! Ja igen, mielőtt elkezdem. Egyébként ezt a videót megcsináltam tavaly is, csak ugye a tavaly olvasott 40 Goodreads Challenge-es könyvvel. Azt ide belinkelem valamelyik oldalra, most nem teljesen vagyok biztos benne, hogy melyik. Erre az oldalra, azt hiszem. És nem fogok most olyan részletesen beszélni a könyvekről, mert minden havi összegzésemben így jobban kifejtem a véleményem, itt igazából csak felmutatom és elmondom, hogy hány csillagos lett. És gyors összegzem azt a 40 könyvet, amit a kihívás, Goodreads kihívás idején olvastam. Szóval az első kupac ez. Ez az egy csillagos és két csillagos könyvek kupaca. Tavaly azt hiszem nem volt egy csillagos könyvem a Goodreads Reading Challenge első 40 könyve alatt, mert utána elkezdtem olvasni érettségire kötelezőket, úgyhogy mindenkit előre elnézést kérek, de igen, nem szerettem az emelt magyarra elolvasandó könyveket. Ez van. Szóval az első könyv, ami nálam egy csillagot kapott, és ez katasztrófa, azt tényleg utáltam ezt a könyvet, továbbra is utálom, és tűzre szeretném vetni. Ez Hanari Chartel, The Shadow Year, ez az a könyv, amit meg akarok szabadulni. A januári indításom eleve kb. Ezzel a könyvvel volt, vagy lehet, hogy a január végi könyv volt ez. Valamikor januárban olvastam, az a lényeg, és katasztrófa volt, tehát hogy utálom ezt a könyvet úgy, ahogy van, és még kitalálom, milyen módon szabaduljak meg tőle. Szóval ez igen, ez egy csillag. Most jön az a rész, hogy hova pakoljak, mert nincs már helyem. Jó, cetlisztem, mert a további könyvek azok fizikai példányban nincsenek meg. Szóval, a következő könyvek kötelezők lesznek, nem tetszettek, egy csillagot adtam nekik, ez van, bocsánat, nem akartam őket elolvasni, kényszerítve voltam rájuk az érettségi miatt, és nem tetszettek. Szóval, egy csillagot adtam a Pszichének, mert tehát az nagyon fura volt, lehet, hogy majom más felett, nem biztos. Egy csillagot adtam a Pápai vizekennek a Loszkodynak, mert a posztmodern meg én nagyon nem passzolunk össze. Továbbá az Iskola a határonnak, mert fú, igen, az is eléggé rossz volt számomra. És egy másik posztmodern műnek is egy csillagot adtam, ami a Világító torony eladó címet viselte, és alig hiszem el, hogy még kiolvastam az összeset. De hogyha, jó, hát hogyha valaki érdekli, nem az, hogy szidom, de nem szittem őket abban a videómban, amikor az emelt magyaros könyvekről beszéltem, csak elmondtam a véleményemet, ami az, hogy nem tetszettek, és kész, ez van, nem tetszett mindenkinek minden könyv, hát még ha kötelező, akkor se. De azt is mindegy, valahol majd lehet belinkelem, vagy nem, de megtalálható a csatornán, külön az értékelések. Aztán, hogy folytassam, de már két csillagosakkal, de továbbra is emelt magyarra olvasott kötelezőkkel. Két csillagot adtam a Pacsirtának Kosztolányitól, mert jó volt, de nem olyan túlzottan jó. Aztán a Nórának, ami drámaként elolvasva elment, egyébként színdarabként látva valószínűleg jobb lett volna. Az Apostolnak, mert Petőfi meg én szintén nem passzolunk össze. A Tótéknak, kivételesen nem érettségire kellett, csak simán órára, de ugyanúgy fura volt, mert annyira nem áll hozzám közel, hogy nem tudtam vele. Szóval nem tetszett és kész, ez van. Valamint, ez már nem kötelező volt, hanem egy másik könyv, szóval az Álmok nyomában című könyvnek is, Jojo Moyes-tól két csillagot adtam, mert
fú, mennyi szemforgatás volt az alatt a könyv alatt, az valami hihetetlen, az a könyv, meg én szintén nem voltunk túl kompatibilisek. Főleg, hogy lovas könyv volt, tehát azt hittem, hogy tetszeni fog, de aztán végül olyan dolgok voltak benne, hogy nem. És akkor most már alakulunk, mert jönnek a három csillagos, így mutatom, hogy három, szóval a három csillagos könyvek. Szóval ez a tetszett is, meg nem is kategória. Talán utolsó kötelező Mikszától a Jó palócok, mert ezek olyan szórakoztatószerűek voltak, szóval ezzel nem volt problémám annyira, meg gyorsan el lehetett olvasni. Az kötelezőknél egy elég nagy előn. Továbbá három csillagot adtam a Fahrenheit 451-re is, mert annyira nem dobtam el tőle az agyam, de amúgy rossz se volt. Olyan semleges helyet foglal még továbbra is el. Aztán Lila Bowen-től a Treason of Hawks 3-at kapott. Sokáig gondolkodtam a kettőn, de a vége nagyon szentimentális volt, és megadtam neki a 3-at, amit nem érdemelte volna meg, mert ennek a sorozatnak ez a The Shadow sorozat 4. része, záró része, és az első része nagyon jó volt, és így folyamatosan romlott a szint, ahogy haladtunk előre. És ez a befejező rész már nagyon nem nyerte el a tetszésem. 3 csillagot kapott Stian Skaldtól az Elveszett aranyváros keresése. Továbbra sem vagyok biztos benne, hogy kell kimondani a nevét a szerzőnek. Aztán a Resident Evil videójátékok alapján készült könyveket is olvastam idén. Ez a második rész, az Iszonyat foka, ez is 3 csillagot kapott. Aztán Becky Arbeltától és Adam Silveráltól a What If It's Us, mert nagyon sokáig nagyon-nagyon jó volt ez a könyv, aztán a vége annyira elrontotta nekem az egész élményt, hogy hát lehet alacsonyabban is kellett volna értékelnem, mert az a vége, az nagyon-nagyon-nagyon nem tetszett. És az utolsó 3 csillagos könyv, ami a Goodreads Reading Challenge-em első 40 éve beletartozik, Szélesi Sándortól a kincsem, mert én, oké, aranypöttyös gondoltam volna, hogy valami romantikus dolog lesz benne, tudtam, hogy lesz benne romantikus szál. Azt nem gondoltam volna, hogy mivel úgy volt írva, hogy a könyv első fele az a romantikus részre koncentrál, a második fele meg kincsemre, nem gondoltam volna, hogy ez végül is annyi lesz, hogy végig romantikus szál, néha megemlítik, hogy amúgy van egy kincsem nevű ló, és így ezzel el volt intézve. És lobbolandó létemre természetesen csalódott voltam. És akkor most már jönnek a jobb értékelésű könyvek, imádkozunk, hogy ők ott ne dőljenek addig el. Szóval, 4 csillagos könyvek. Jenny Colgan-től a The Little Shop of Happy Ever After. Ez egy ilyen csiklit, romantikus limonádé volt, amire júliusban pont szükségem volt, úgyhogy teljesen meg voltam elégedve ezzel a könyvvel. Túl sok ilyet amúgy nem fogok már olvasni, vagy hát így túl gyakran. Azután 4 csillagot adtam Karen M. McManus-től a Two Can Keep a Secret-re, mert hát kicsit erőltetett, meg olyan nem túl logikusnak tűnt a főgonosz, vagy mi a főgonosznak így a kiléte, meg annyira nem volt jó, mint a One of Us is Lying. Tehát az nagyon nagyot ütött, ez meg azért olyan kisebbet. Egy nagyon cuki gyerekkönyv a The Girl Who Drank the Moon, teljesen jó volt, azt hiszem sírtam is rajta, és megkapta a 4 csillagot. Egyébként tavaly óta valamennyire szigorodtam itt csillagok terén, mert azt hiszem tavaly nagyjából majdnem minden könyvnek 4-5 csillagot adtam, most idén meg kb. A fele azért 3-2-1. 4 csillagos lett Charlie Higgson-tól a The Enemy, vagyis Felnőttek nélkül című apokaliptikus történet. Ez tök jó volt, várakozáson felüli. Hát végül is valami zombikorság elkapja a felnőtteket, és csak a gyerekek tudják túlélni. Ők nem kapják el automatikusan, hanem ők meg tudnak fertőződni vele. Jó volt. Az egyik legnagyobb idei meglepetésem volt eddig Huszti Gergelytől a Mesteralvók hajnala, mert nem számítottam rá, hogy ez a könyv mennyire tetszeni fog, és hogy magába tud majd szippantani, mert azért kritikus voltam így, mikor nekiálltam, mert nem voltam teljesen benne biztos, hogy tetszeni fog, de tetszett, és tök jó volt, és várom a folytatást. Aztán 4 csillagot kapott J.R.R. Tolkien-től, vagy Tolkien, a Beren és Lúthien. Gyűrűkúrját nagyon szeretem, ez olyan töltelék volt, meg volt egy-két pont, amikor kicsit nehezen tudtam követni, meg hát mivel a Beren és Lúthien történeteket gyűjtötte össze Christopher, ugye Tolkiennek a fia,
így néha ismételte magát a könyv. De amúgy teljesen jó volt, meg hát a Tolkien fan vagyok, úgyhogy Barangolás Európában sorozatomhoz olvastam 3 darab finn könyvet egy sorozaton belül. Ez a Hófehér trilógia volt, vagyis a Vérvörös, Hófehér és az Ében Fekete, Salla a Simukkától, és ezek tök jó könyvek voltak, és tök örülök, hogy elolvastam őket. Az utolsó 4 csillagos könyv pedig Grady Hendrix-től a Horror Stör, ami egy bútoráruházban játszódó horror történet, és ez elég jó volt, és elég ütős. Na, és akkor jönnek az 5 csillagos könyvek. 5 csillagot adtam L.M. Montgomery-től az N otthonra talál című könyvre, mert megnéztem az N Witten E című sorozatot, és megvolt a könyv addigra már, és ezt elolvastam, és húristen, ez nagyon jó könyv volt. Erre is 5 csillagot adtam, mert miért csillagoznám le magam. Aztán a Resident Evil első részére, illetőleg 3. részére, vagyis az Borzalmak kastélyára és a Holtak városára szintén 5 csillagot adtam, mert ez a 2 rész nagyon tetszett. A 2. rész az ugye annyira nem, mert nem tudom, az nekem olyan töltelék volt, meg olyan, nem tudom, oda nem illő. Ugye idén, tavaly, decemberben azt hiszem elkezdtem újraolvasni az Így neveld a sárkányodat könyveket, és 2-től 5-ig olvastam eddig, ami a Goodreads Reading Challenge-ben is bele számított. Tehát elolvastam az Így legyél kalóz, vagy Hogyan legyél kalóz, sose tudom a magyar címüket, Hogyan beszélj sárkányul, igen, How to cheat a dragon's curse, vagy hogyan térjünk, vagy hogyan védjük két sárkányát kell találni, és vagy így felejtsd meg a tűzkő titkát, talán az az 5. rész címe, nem tudom. Általában mindig lelinkelek minden könyvet, amiről beszélek a leírásban, lehetőleg magyarul, ha megtalálható magyar kiadásban. Ugye nem sorban mondom a könyveket, ahogy olvastam, hanem csillagozás szerint, csak ahogy összesikerült szednem őket. Itt van a Scott Pilgrim 2 regények 1. és 2. része, mert ezzel a 2-vel fejeztem be a Goodreads Reading Challenge-emet idén. Tehát amit azóta azon felül olvastam, az már csak pluszban jött rá. És ez volt a befejezése, ezt olvastam utoljára, ő volt a 40. könyvem idején, ő meg ugye a 39. És ahogy az augusztusi összegzésemben elmondtam, ezek nagyon szórakoztató kis képregények. Nagy kedvencem idén Fangirl, imádtam, nagyon tudtam azonosulni az egész történettel, nagyon jó könyv. Mindenki olvassa, ugyanez a címe magyarul is. Szintén Rainbow Rowell-től, már most Rainbow Rowell-re kicsit mondhatni rákattantam. Carry-on! Szeptemberben jön a folytatása, alig várom. Csak elő kéne rendelnem, nehogy kifogjanak. Ezt észben kell még tartanom, mert még nem rendeltem elő se erre, se az új Rick Riordan könyvre. És az utolsó könyv a sorban, amire szintén 5 csillagot adtam, Andrzej Zabkowski-tól a Vaják sorozat 0. része, egyik előzmény története, a Viharidő. Ez volt az első 40 könyv, amit idén olvastam, és a Goodreads Reading Challenge-ben beleszámított. Úgyhogy most még így próbálom felülmúlni önmagam, annyit nem fogok olvasni, mint tavaly. Habár itt mögöttem az ott egyetemre szakirodalom, szóval olyanokat még fogok biztos. Nem tudom. Tavaly nagyon sokat olvastam, meglepően sokat. Azt nem fogom megdönteni szerintem, főleg, hogy most a nyáron, nem értem miért pont nyáron, de nyáron visszaesett az olvasásom, úgyhogy ez van. Az egyetem alatt meg, ott úgyis visszafog, úgyhogy mindegy. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!